Na és akkor a mai adásban beszéljünk az Apple Watch-ról, amiről sokan azt hiszik, hogy már évekkel ezelőtt megérkezett az országba, de nem. Csak most érkezett meg igazán Magyarországra. És mutatom is, hogy mire gondolok, mert elsőre tényleg azt hihetnétek, hogy nincs ebben semmi új, de nézzétek, szóval, hogy az a kis ikon ott a bal felső sarokban, az az igazán érdekes, ami most zöldre váltott. És ezt az ikont egész eddig nem láthattuk Magyarországon. De mostantól nézegethetjük. És van még valami különös ismertetőjel. Ha megnézitek, ott a piros kör. Vagy nem is kör, hanem... De gyakorlatilag igen. Egy kör. Egy kör látható azon a gombon, amin eddig nem láthattunk Magyarországon piros kört. És ez a két dolog, a zöld ikon és a piros kör karika mind ugyanazt mutatja, hogy végre lehet mobilhálózaton is használni Magyarországon az Apple Watch-ot. A Magyar Telekom jóvoltából. Azonban mielőtt belemegyünk a technikai részletekbe, amik meglehetősen izgalmasak, egy kis visszatekintéssel kezdjük az adást, hogy honnan is jutottunk el idáig. Illetve nem is mielőtt belekezdünk a visszatekintésbe, beszéljünk egy kicsit az iPhone SE-ről is, amit hirtelennyébe bemutattak, és ami nem SE 2 lett, meg nem is iPhone 9, hanem simán csak SE. Szóval lett egy fekete, egy fehér, és lett egy vörös. A kijelző az 4,7 szolos, pont mint a 8-asnak, vagy mint a 6-os óta a legtöbb iPhone-nak, a 8-asig bezárólag is. Emlékszem, hogy annak idején, amikor talán 2014-ben bemutatták a 6-ost, akkor milyen orbitálisan nagynak tűnt ez a 4,7 szolos kijelző, a 4-eshez képest most meg mennyire a kicsik mezőnyében versenyez. Hiszen mennyi van az iPhone 11 Pro-nak? Azt hiszem 6,1 szól. Egyébként tegyük hozzá gyorsan azt is, hogy akik úgy érzik, hogy most az iPhone 8-at sikerült újra bemutatni, azok azért nem tévednek olyan nagyon-nagyon nagyot. Hiszen ugyanakkora a mérete, ugyanakkora a kijelzője, aminek ugyanolyan a technológiája, ugyanolyan új lenyomatolvasós, ugyanolyan a súlya, gyakorlatilag ugyanolyan a vízállósága, ugyanakkorák a háttértárak, majdnem minden pont ugyanolyan, mint amilyen az iPhone 8-asban volt, de csak majdnem. Még az előlapi kamera is 7 megapixeles, és a hátlapi is 12 megapixeles, de azért ennél egy kicsit bonyolultabb a szitu. Igen, ez nem csak egy iPhone 8-as, hiszen belekerült az iPhone 11 Pro-nak az A13-as processzora, ami most a leggyorsabb a piacon, szóval elmondható, hogy ez az olcsó mobil, ez az egyik leggyorsabb, amit lehet kapni az egész világon. Van dual SIM támogatás, van stereo audio és van 6-os wifi, van gyors töltés, van vezeték nélküli töltés, és ez a 12 megapixeles kamera az nem akárminek a kamerája, hanem konkrétan a 11 Pro-nak a fő kamerája, szóval ugyanolyan jó minőségű képeket lehet majd ezzel is készíteni, mint azzal. Ami tök jó. Annak ellenére is, hogy hiányzik ugye a nagylátószögű kamera, és hiányzik a telefotó kamera, szóval zoomolni nem lehet, és valamiért az éjszakai mód is hiányzik belőle, pedig azt már tudjuk a 11-es óta, hogyha annak letakarjuk a második objektívjét, akkor is elkészül, szóval ez nyilvánvalóan nem ilyen objektív kérdés, hanem ez annak a kérdése, hogy úgy döntöttek, hogy ne legyen benne. Van viszont 4K 60 FPS, és van villámgyors LTE támogatás. És azt láthatjuk, hogy eddig is lehetett vásárolni iPhone 8-ast, és ez most annak a helyére jött, és úgy lett sokkal-sokkal gyorsabb, és úgy kapott egy rakás új berendezést, hogy olcsóbb lett annál is. Persze megmaradt ez a kijelzőkeret, meg megmaradt az új lenyomatolvasó, egy csomó olyan dolog, aminek az eltüntetésével sokat dolgoztak a mobil piacon az elmúlt években, de hogy valójában nem ezek azok a kérdések, nem ezek azok a fejlesztések, amik a legfontosabbak, hanem hogy milyen a kamera, milyen a teljesítmény, és ebben ez az új SE, ez abszolút hozza a csúcsmezőnyt. Na jó, nem abszolút, de hogy úgy bizonyos elemeiben, bizonyos vetületeiben mindenféleképpen. Igen. Majdnem fele annyiba kerül, mint bármi más ezzel a hardware-rel, szóval akinek egy kicsi, olcsó iPhone kellett annak, hát annak most megérkezett. Na de térjünk vissza az óránkhoz, ami nem csak egy hír, meg hogy majd valamikor érkezik, hanem ténylegesen itt is van. Szóval ezt most így nagyon nehéz elképzelni, de az eredeti Apple Watch-ot 2014-ben mutatták be. Az iPhone 6-ossal együtt. A francia emlékezett, hogy már ahhoz a mobilhoz is volt Apple Watch. Bár tegyük hozzá, hogy igazából nem volt, hiszen a bemutató pillanatában még nem állt rendelkezésre az óra, csak valamikor olyan fél évvel később, 2015 áprilisában érkezett meg, és hát sok sebből vérzett. Igen, nem tudott sok okosságot. Kicsi volt a kijelző. Úgy nézett ki, mint egy krumpli, és mégis divateszköznek szánták. És ennél az óránál volt az a vicces jelenség, hogy lehetett vásárolni arany verziót is, ilyen 10-17 ezer dollárért, ez praktikusan áfával most ilyen 6,5-7 millió forintos költséget jelent, és szóval azért voltunk néhányan, akik már akkor fogtuk a fejünket, hogy egy technikai eszköz esetében, ami elavul szemben mondjuk egy aranyórával, ami 100 év múlva legalább olyan értékes lesz, mint most, szóval, hogy ki a fene ad 7 millió forintot egy eszközért, amit néhány év múlva el lehet dobni, és abban az értelemben ez meg is valósult, hogy most a legolcsóbb Apple Watch is sokkal-sokkal okosabb annál a
6,5-7 milliós óránál, arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag... Szóval ott van a harmadik generációs óra, amit szintén meg lehet venni ilyen mobilhálózatos kiadásban már a Telekomtól ilyen 42.000 forintért. Arra is rá lehet rakni a legújabb operációs rendszert, arra 6,5-7 milliós órára meg nem. Szóval, hogy az egy zsákutca volt, de ezt az Apple is belátta. A második generáció gyorsabb lett, és vízálló, és világosabb lett a kijelzője. A harmadik generáció már kezdett igazán érdekes lenni, hiszen a tempót már elérte azt, amit az ember elvárt egy órától, hiszen az első kettő az meglehetősen lassú volt, ráadásul képes volt a tevékenységünket is sokkal jobban lekövetni, mint a korábbi verziók, és abban már megjelent ez a cellulár opció, bár tegyük hozzá, hogy nem nálunk. Mostanáig. És aztán jött a negyedik generáció, amit én alapvetően használok, ez az én órám, ami nagyon sok újdonságot tudott, például nagyobb lett a kijelző, a 38-42 mm helyett 40-44 lett, vékonyabb lett a kialakítás, nagyon-nagyon gyors lett az eszköz, és megjelentek benne olyan életmód szempontból nagyon fontos funkciók, mint például az EKG, hogy tudsz vele EKG-t mérni. És végül megérkezett tavaly valamikor évvégén az ötödik generáció, amibe került iránytű is, meg mi került még bele? Ja, tudom már, a kijelző az folyamatosan be van kapcsolva, elég csak ránézni, folyamatosan be van kapcsolva, és megjelent a vészhelyzeti hívó opció is, mint egy 150 országban a világban. Főleg ahol van cellulár opció benne. És most már végre hozzánk is megérkezett az Apple Watch 5-ös a maga teljes valójában, lehet végre eszimesíteni. De mi az az eszim? Hát az egy ilyen nem valódi szimkártya, hanem egy ilyen szimkártya gondolat. És egyébként a Telekomnál ez ilyen nagyon-nagyon viccesen van megcsinálva. Én végigcsináltam az egész folyamatot, és kértem egy szűz iPhone-t ahhoz, hogy be tudjam fejezni a konfigurálást, és már az iPhone-ban is elektronikus szim van, de annyira durván, hogy a levegőből jött le. Szóval ez úgy nézett ki, hogy magához a telefonhoz, vagy annak az e-mail számához, hogy mit tudom én, mihez hozzá volt rendelve egy eSIM kártya. És ez azt jelentette, hogy amikor bekapcsoltam a telefont, és végigcsináltam a konfigurációt, és települt az operációs rendszer, és beléptem a wifi hálózatra, akkor automatikusan jött a jelzés, hogy hoho, én látom ám, hogy neked van egy előfizetésed, és azt telepíteném. És akkor rábögtem, hogy oké, és azt mondta, hogy oké, és telepítette az előfizetés a telefonra, annélkül, hogy be kellett volna mennem bármilyen irodába, vagy be kellett volna fizikailag raknom bármit ebbe a telefonba. És innen már viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen csak el kellett indítani az Apple Watchot is, befejezni a telepítést, aztán bemenni a menüben a megfelelő almenübe, mármint hogy a telefonon, az Apple Watch szoftverében, és onnantól kezdve már csak ki kellett választani, hogy szeretnék hozzáadni az órához egy előfizetés, be kellett lépni a Telekomos fiókomba, kiválasztani, hogy melyik az az előfizetés, amit hozzá szeretnék adni, akkor valami mókolódott a háttérben, és 5 perccel később már tudtam használni az órámat telefonálásra. És akkor végre működik, és az van, szóval, hogy ezt a telefont, az anyatelefont, az teljesen ki lehet lőni, és hogyha megnézitek, akkor jól láthatóan, persze, hogy jól láthatóan. Na szóval, hogy jól láthatóan, maradj úgy, ne kapcsolj ki. Szóval, hogy ez Airplane üzemmódban van. Higgyétek el nekem, hogy ez Airplane üzemmódban van. És most mégis az fog történni, hogy fel fogom hívni Dórát. Bár nem tudja, hogy hívni fogom, úgyhogy vicces lesz hallani, hogy mivel kezd. Hello? Hello, drágám, szia, adásban vagy. Jaj, szia. Annyi a kérdés, hogy hallasz engem tisztán és érthetően? Igen. Mert hogy most az órán keresztül beszélünk, és ez nincsen rákötve a telefonra, hanem az óra a saját maga teremt kapcsolatot a világgal. Hát most nagyon el vagyok érzékenyülve, az igaz. Én is! De csodálatos! És ezt eddig mi voltam úgy? Eddig igazából a telefonon keresztül tudott csak telefonálni az óra, most viszont az óra az magában is képes telefonálni, és annyira örülök, hogy ezt a csodálatos pillanatot együtt éljük át. Hát, csillagom, lehet, hogy én már egy-két óra múlva erre nem fogok emlékezni, de nagyon örülök, hogy örülsz. Én meg, hogy megoszthattam veled. Na, szia! Na, szia! Működik a dolog! És ez nagyon jó, mert szóval ez egy csomó szempontból nagyon jó. Például elmész futni, amíg el lehet menni futni, és miközben futsz, nem kell magaddal vinni a telefonod azért, hogy el tudjanak érni, hanem az órádat elég magaddal vinni, és akárki telefonál, az el fog tudni érni. Ha nem akarod, akkor nem fog, hiszen át tudod rakni ezt is ilyen Airplane üzemmódba, és akkor nem lehet hívogatni, de ha akarod, akkor el tudnak. Vagy ha mondjuk egy pillanatra leszaladsz az utcára, de fent felejted a telefonodat, vagy mondjuk bezárod a lakásba a telefonodat a kulcsoddal együtt, az óra az akkor is egészen biztosan a kezeden van, és fel tudsz hívni valakit, hogy segítsen már. És az is tök jó, hogy megvan a vészhelyzeti hívás, szóval, hogyha mondjuk idősebb vagy, vagy bármilyen problémád van, és a telefonod esetleg ki van kapcsolva, vagy túl messze van az órától, de te elzuhansz, elesel, és azt az óra érzékeli, akkor tud indítani egy ilyen vészhelyzeti hívást, függetlenül attól, hogy éppen mi van a telefonnal. Igen, ez a cellulár
funkció, ez nagyon-nagyon hasznos és praktikus, és nyilvánvalóan mindegyik generáció az mást. Más talál majd benne érdekesnek. Nekem nyilvánvalóan a sportolás közbeni elérhetőség a legjobb benne, hogy nem kell majd magammal cipelnem egy ilyen bumszi telefont, ami ugye, szóval egy csomó felesleges funkció utazik a zsebemben, miközben futok, hogyha azt akarom, hogy mindenki elérhessen, hanem azt otthon tudom hagyni, és csak azt hiszem magammal, amire igazán szükségem van ahhoz, hogy hát, hogy menet közben is elérhető legyek. Ja, és van benne ilyen bluetooth-os kapcsolódási lehetőség a fülhallgatóra, szóval rátöltesz erre néhány zenét, és akkor közvetlenül innen játszod át az agyadba a muzsikát. Aztán nőknek már van ugye az ötös Apple Watch-ban menstruációs naptár. Felhívjuk Dórát, hogy ő mit szól ehhez? Vagy mondjuk van benne olyan funkció, ami fiataloknak tök hasznos lehet, hogy szól, hogyha túlságosan erősek a zajok körülöttünk, például egy koncerten. Nem mostanában fog ilyesmi miatt szólni ez az óra, de előbb-utóbb majd szólni fog. És gyerekeknek is tök jó, hiszen magukat tudják vinni ezt az órát, és hogyha bármi gáz van, akkor fel tudják hívni a szüleiket, vagy a szülők elérhetik őket, meg látják, hogy merre van egyáltalán az a kisgyerek. Bár azt is tegyük hozzá, hogy elméletileg ez így működik, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy kisgyereknek ne adjunk ilyen drága eszközt a kezébe, meg a kezére se adjunk ilyen drága eszközt, amihez ráadásul szükség van egy iPhone-ra is. Oké, hogy nem kell vele lennie napközben, de azért ez a rendszer így összességében már meglehetősen drága, és a gyerekek követésére, mármint hogy nem ilyen titkos ügynök követésére, hanem mondjuk egy ilyen 6 éves gyereknek a megfigyelésére, nem ilyen furcsa megfigyelésére. Szóval ahhoz, hogy egy kisgyerekről tud, hogy rendben van, jó helyen van, és hogy tudjon neked szólni, hogyha esetleg bármi problémája lenne, ennél azért vannak lényegesen olcsóbb megoldások is. Ugyanakkor a nagyszülőknél, akiknek van már iPhone-juk, és ugye lehet egy meglehetősen régi iPhone-juk is, hiszen tudjuk, hogy már a 6-os óta létezik az Apple Watch, szóval nekik azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, és most még inkább az, hogy ilyen problémás időket élünk. Egyrészt bármikor elérhetővé válnak, hogyha kimennek a kertbe mondjuk kapálgatni, de nincsen velük a telefonjuk, mi meg idegeskedünk, hogy úristen, mi lehet velük, akkor végre fel lehet őket hívni, ők meg megnyomják a gombot az órájukon, és vagy kinyomnak minket, hogy hagyjuk már békén őket, vagy válaszolnak. De az elesés érzékelés is nagyon-nagyon jó. Nagyszülőknél legalábbis, mert nekem mondjuk folyton jelezget az órám, hogy valószínűleg elestem, minden egyes alkalommal, amikor Marci szól, hogy kellene bunyóznunk, és akkor az van, hogy így el kell húzódnom előle, meg karatekölyköset játszunk, meg ilyesmi, és ezeket az ütéseket elesésnek érzékeli, és már el akarja indítani a vészhelyzeti hívás, de hát ilyenkor le lehet állítani, és lehet neki mondani, hogy nem estem el, eleve nincsen bajom, de még csak el sem estem. Viszont az idősek azok talán ritkán játszanak karatekölyköset, és az ő esetükben az tök jó, hogyha így véletlenül elesnek, és valami bajuk van, akkor annélkül, hogy bármit kellene csinálniuk, a vészhelyzeti hívó az működésbe lép. És az is nagyon jó, hogy van benne EKG, amit el tudunk indítani, és meg tudjuk nézni, hogy minden rendben van-e, de ugye talán néhányan emlékeztek, hogy készítettem korábban egy műsort, ami pont azt a sztorit dolgozta fel, hogy egy magyar férfinak hogyan mentette meg az életét úgy az óra, hogy jelezte a problémát. És ezt a problémát aztán PDF-be lehet exportálni, és el lehet küldeni az orvosodnak, és ez aztán tud dönteni arról, hogy hát itt csak valamiféle félreértésről lehet szó, vagy komoly baj van, és kórházba kell menni, és változtatni kell valamin. És aztán egy csomóféle bluetooth-os eszközzel össze tudod szinkronizálni az órát. Ilyen például a HealthMate, ami egy olyan app, ami egy okos mérleggel van összekötve, és ami az érdekes ebben a történetben, hogy ilyen okos mérlegünk véletlenül pont van. Kicsit poros elnézést, mert hogy a gyerekek ágya alatt tartjuk, mert hogy itt azért nincs olyan nagyon-nagyon sok hely, szóval megvan ez az okos mérleg, és erre rász, és ez nem csak a súlyodat mondja meg, hanem még a fenekedbe is bevilágít kb. Hiszen a BMI indextől kezdve a csontodnak hát nem a szerkezetéig, de legalábbis a csont súlyáig, meg az izom súlyáig mindent elmond, és aztán, hogyha ez az információ megvan, akkor így vissza tudod nézni az órádon, hogy akkor most fogytam-e, vagy hisztam, vagy mi a fene van a BMI-vel, vagy mi. Vagy ott van a Smart Rope, ami egy okos ugráló kötél! Bármennyire hülyeségnek is tűnik ez az egész, és akkor mindenféle információt közöl arról, hogy mennyit ugrándozol, de ugye én pont azt szeretem ebben az órában, hogy egyrészt magától is elkezdi figyelni a szívritmusodat, és észreveszi azt, hogyha mozogsz, szóval nem kell hozzá okos ugrálókötél, de lehet venni okos ugrálókötelet is. Viszont ott van a One Mirror, ami szerintem egy eszeveszetten izgalmas koncepció, csak ne lenne olyan pitang módon drága, persze, hogyha valaki ezeket az eszközöket megveszi, akkor ez a drága, ez, na, hogy is mondjam, hogy relativizálódik, de minden esetre az egy tükör, ami... Nincs itt még vége.
Szóval ez egy olyan tükör, amiben így meg tudod nézni magad, de még mindig nincsen vége, mert hogy tud rajta futni egy edzésprogram, hiszen ez nem csak egy tükör, hanem egy kijelző is. És nézed az edzésprogramot, és közben látod saját magadat is, hogy jól végzed el a gyakorlatot, és aztán küld mindenféle információt az órádnak, meg az óra is neki, és minden kommunikál mindennel, csak nagyon drága, de menő. És ott van a Naked Labs Body Scanner, ami talán még ennél is egy kicsit izgalmasabb, és egy picit értelmetlenebb is, de hogy szóval nagyon örülnék neki, hogyha ez a rakás hülyeség itt lenne valahol a házban, és akkor mindegyiket ki tudnám próbálgatni, erre nem fog sor kerülni, de minden esetre ez egy ilyen teszkenner, és ráállsz egy ilyen valamire, az így körbepörget, és akkor így lézeresen beméri a te formádat, és onnantól kezdve egyrészt kielemzi, hogy mi is a baj az alakoddal, hol kéne hozzányúlnod, és aztán utána nyomon követi a változást. Vagyis engem érdekel. Szerintem ez tökre egy sci-fi, ez tökre emlékmás. És persze vannak ilyen vérnyomásmérők is, amik önmagukban is képesek mérni a vérnyomásodat, sőt, csak önmagukban tudják, de át tudják küldeni az adatot, például az Apple Watch-nak, és hát ott is nyomon tudod követni, hogy hogy áll a vérnyomásod. Szóval egy csomó információ ott van egy helyen, ahogy azt az elején elmondtam. Lényeg az, hogy szerintem ez egy nagy előrelépés, és tökre örülök, hogy végre összeállt az egész rendszer, és mi sem vagyunk többé megfosztva tőle, szóval, hogyha valaki ilyesmire vágyna, vagy elgondolkozott azon, hogy a cellulár irányba szeretne lépni, vagy eddig kizárólag azért nem vásárolt Apple Watchot, mert abban bízott, hogy előbb-utóbb megjön ez a szolgáltatás, hát most már megjött Magyarországra a Telekomon keresztül, úgyhogy a videó alatti linken lehet kattintani, és meg lehet nézni az árakat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, nem sokára találkozunk. Sziasztok!